Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és most ebben a videóban arról szeretnénk nektek beszélni, hogy vajon a múlt héten bejelentett új iPhone, az SE, kihatással lesz-e így az androidos okostelefonokra. Egy-egy iPhone megjelenésekor általában egy új trend indul útjára, amelyet az okostelefongyártók, hát szégyen nem szégyen, de megpróbálnak követni, alkalmazkodni hozzá, és amit tudnak, lemásolnak. A most ismert okostelefonok nem léteznének tényleg a legelső iPhone nélkül, és az iPhone 5S-ben debütált például legelőször új lenyomatérzékelő mobiltelefonon, és ugye tőle vették át ezt a trendet lényegében, így a többi telefongyártók. Maga Steve Jobs mondta, hogy 3,5-4 col az ideális telefonméret, ettől nagyobb teljesen felesleges egy mobilba, ám erre szépen rácáfoltak az androidos telefongyártók. Az élen természetesen a Samsung állt áll, hiszen ők kezdték el növelni a kijelzőméretet jobban, a Galaxy S1 még 4 collal debütált, majd rá 4,3 collal megjelent az S2, és utána elindították a Fablet szériájukat, amely 5,3-mal debütált a Note 1 személyében. Mindenki ledöbbent először, hogy úristen, hogy gondolták ezt, hogy 5,3-szoros készülékkel jönnek piacra, de bejött nekik, elkezdték vásárolni az emberek, és innentől kezdve nem volt megállás, egészen 5,7 szólig vitték a Note szériát, most ezen stagnálnak, és az S-ér szériát sem hagyták magára, hiszen már ott is 5,1 szól lett így az S5 óta a divat, a trendi. És a Google sem maradt ki a képernyő növekedési fázisból, hiszen a Nexus 6-tal például már 6 szólon debütáltak, ám a Nexus 6P-vel már visszavettek egy kicsit, és 5,7 szólos lett nekik is ez a kijelző méretük. Mint remélem megfigyeltétek, ezek mind csúcskészülékek voltak, ugye a Samsungtól az S és a Note széria, a Google-től a Nexus széria, és ezek mind nagy kijelzővel érkeztek. Tavalyi csúcsmodelleket nem is nagyon lehet találni 5 col alatt, mindegyik ilyen 5,3-5,5 col körül jelent meg. Talán a Sony-nak van a kompakt szériája, habár ugye az Z5 kompakt is az már viszonylag elfogadható lett kis kijelzőben, 4,6 szoros lett, de viszont a felbontása az csak sima HD lett, de benne is a Snapdragon 810-es rendszercsip található meg, de viszont 3 giga RAM helyett csak 2 giga van benne, és ez visszalépésnek számít. Tehát a piacon nincs egyszerűen olyan kis kijelzős készülék, amely kicsi kijelzővel rendelkezik, és erős hardware, csúcs hardware van benne. És itt lépett nagyot az Apple most az új iPhone SE-vel, hiszen elhozták a 6S-nek, a tavalyi csúcsmodelljüknek a belső hardverét, tehát azt a két A9-es magot, meg ha jól tudom, van egy gyengébbik magjuk is, plusz 2 giga RAM-ot, meg azt a 12 megapixeles kamerát, ugye elhozták az 5S-nek a 4 szoros kijelzős méretébe, és most fog eldőlni, hogy vajon tényleg egy új trend fog-e indulni, tehát visszatér-e a kis kijelzős készülékek kora, például 4-4,5 szó között, amelyek a mostani csúcs hardvereket kapják. Erre nagyon kíváncsi leszek tényleg a jövőben, nekem személy szerint teljesen megfelel az ilyen 5 szól körüli kategória is. Itt van nálam az S5, amit látjátok, és itt van mellette még az S1 is. Hát van különbség köztük, kb. Akkora az S1, mint amekkora az S5-nek a kijelzője, de én ezt tartom ideális méretnek, az 5 szól körülit, nekem ez nagyon bejött. Ezen kényelmesen lehet már tényleg filmet nézni, meg ilyenek, YouTube-ozni, bármit jót. Nem azt mondom, hogy 4 szól kicsi, de szerintem már egy picit kicsi. És a mostani kérdésem természetesen mi más lehetne, mint hogy szerintetek jó döntés volt ez az Apple-tól, ti örülnétek-e egy kisebb 4-4,5 szólos készüléknek csúcs hardware-rel, vagy esetleg az ilyen 5 szól körüli a nektek az ideális méret. Ha gondoljátok, akkor írjátok le a választ itt lent a videó alatt, vagy Facebookon. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!